Köszöntöm Önöket a Fit Wings-ben, ahol mindig a szabadidős, életmód és sporttémáké a főszerep. Mai adásunkban a Rákosmente Kft. Sportlészegének aktuális versenyeredményeiről és híreiről beszélgetünk. Ennek kapcsán köszöntöm a stúdióban Nagy Attilát, a sportrészleg vezetőjét. Köszönöm, hogy ismét elfogadta a felkérésünket. Én köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a kedves nézőket. Legutóbbi beszélgetésünkben szó esett arról, hogy több versenyre is készülnek. Ha jól tudom, akkor múlt hét hétvégén volt az idén záró hosszú távú verseny. Hogyan szerepeltek, illetve milyen izgalmakat lehetne kiemelni az elmúlt négy hétből? Igen, hát tulajdonképpen az októberi hónap versennyel kezdődött és versennyel zárult. Valóban az elmúlt szombaton volt az őszi hosszú távú verseny. Ennek ez a sajátossága, hogy ellentétben a normál távú versenyekkel itt úgynevezett handicapes indulás van, tehát egy percenként indítják el gyakorlatilag ugyanarról a helyről a versenyzőket, tehát a rajt és a célhely ugyanott van. A kisebb korosztályoknak, tehát 14 év alatt csak 4000 méter a versenytáv, tehát 2000 méter után megkerülnek egy bóját és visszaelveznek a célba. A nagyobbaknak, tehát 15 éves kortól pedig már 6000 méter a táv, tehát ők 1 kilométerrel följebb lévő bóját kerülnek meg, gyakorlatilag a Korsé zsilipnél fordulnak. Nos, időrendben haladva, hogy a futamok voltak, kezdjük a serdülő egypárevezősökkel. Itt hát igazából még 14 éves Barabás Anna, de ugye aki jövőre már serdülő versenyző lesz, az fölnevezhető erre az egy utolsó versenyre már serdülő korosztályba, és ő vállalta a megmérettetést, hogy egy párevezősben a 35 nevezett induló között elindul, és hát valóban kiválóan teljesített. Ugye egyrészt az időeredménye olyan volt, amit elvártam tőle, amit az edzésen is teljesített már egyébként. Másrészt pedig a helyezése, ami önmagában az, hogy 11. az nem tűnik egy olyan nagyon jó eredménynek, de azt kell tudni, hogy az országos bajnokságon a 6 döntőbe jutott versenyző közül, akik egy párevezősben az ő korosztályban indultak, Anna ott még nem indult, ezek közül 3-at is megelőzött, és csak 2-en tudták megelőzni őt, tehát összesen 2 14 éves teljesített jobban. Az összes többi, aki megelőzte, az vagy 15 vagy 16 éves volt, és hozzátéve azt, hogy ő alig több mint 6 hónapja evez a vizen, hát a legrövidebb evezős múltal ő rendelkezett az egész mezőnyben, tehát abszolút dicséretre méltó a teljesítménye. A többi serdülő lány viszont inkább a 4 pár evezőst választotta, én megadom nekik a lehetőséget, hogy ha lehet választani, akkor miben versenyezzenek. Nos, ebben a 4 pár evezősben Molnár Titanilla, Vesztergombi Anna, Tréger Nóri és Pekarek Bogi indultak, és ők a dicséretes második helyet szerezték meg, mindössze 7 másodperccel maradtak el egy nagyon összeszokott győri 4 pár evezős mögött, úgyhogy az ő teljesítményük is kiváló. És akkor menjünk visszafelé az időben a kisebbekhez. A legkisebbek között az úgynevezett tanuló mix 4 párban, ahol a 11 és 13 éves korú fiúk és lányok versenyeznek, 2 fiú, 2 lány. Itt tulajdonképpen egy abszolút új 4 pár indult, ugyanis nem volt idő nagyon összeszokni, mert hol kormányos problémánk volt, hol pedig egyszer nem volt ugyanaz a 4 ember egyszerre az edzésem. Sőt, mi több, még csak 3-an tudtak a vasas színeiből versenyezni, és kaptunk egy kölcsönfiút a csepelesektől, és így ezzel a kölcsönfiúval egy teljesen hát összeszokottság nélküli 4 pár és a bravúros bronzérmet szerezték meg, itt valami 16-17 induló volt, tehát elképesztően jó, nem számítottam rá, hogy a dobogóra fognak kerülni, de hát szép lendületes evezéssel megszerezték a bronzérmet. És volt még egy 4 pár evezősünk. Ja, bocsánat, hát itt az összeállítást azért a vasasokat megemlítem, tehát itt Szőlős Luca volt a stroke, illetve a másik lány Harrison Olivia volt, ő a kislány, akiről már többször megemlékedtünk, hogy neki jamaikai az édesapja, illetve még Bosnyák Csanád volt a harmadik meccvasasos tag. És a kormányosunk meg Varga Andris volt, és gyakorlatilag Szőlős Luca és Barabás Anna voltak, akik dupláztak, ugyanis Szőlős Luca a T4-es női 4 párban is elindult, ahol Zalán Fiesztivel, Barabás Anna valaki a serdülő 1 párba indult, de ő valójában 14 éves, tehát a 14 éves 4 pár vezetésben minden gond nélkül elindulhatott. A negyedik tagunk pedig Cebe Léna volt, szintén a Varga Andris kormányzott, és így ebben az összeállításban ők is ezüstérmet szereztek. Úgyhogy tulajdonképpen Anna és Luca
két versenyszámban is versenyzett. Luce az egyikben bronzérmes lett, a másikban ezüst. Anna pedig ugye, ahogy már említettem, a serdülők között Skifben indult, és ott érte el a tiszteletre méltó 11. helyét, és utána négy párban ezüstérmes lett. Úgyhogy összességében rendkívül elégedett voltam a teljesítményükkel. Azt gondolom, hogy ennél külön motiváció nem kell, hogy érdemes lesz a telet keményen végig dolgozni, hiszen tavasszal azt gondolom, hogy mindenki még jobb eredményt fog elérni, hiszen töretlenül fejlődnek mindannyian. Ugye ez volt a hó vége, de akkor kanyarodjunk vissza a hó elejére. Az első hétvégén volt Szolnokon, az még az utolsó normál távú verseny volt, hát ott 1000 méter volt a versenytáv, itt mindenkinek egységesen ennyi, mert a szolnoki elvezős pálya ez az egyenes szakasza, a többé-kevésbé egyenes, utána már kanyarodik. Tehát itt ugye a serdülőknek már 2000-en kellett volna versenyezni, de itt egységesen mindenki 1000 méteren szokott evezni a Tisza kupán. Hát itt ugye lényegesen több eredmény, hogy puskázlom is kell, egyrészt mert 5 arany, 3 ezüst, 3 bronzérmet értünk el, hogy így rögtön az elején elmondjam a slusszpoént, de egyrészt ugye ez már a hó elején volt, másrészt meg ennyi eredményt nem tudok fejben tartani. Kezdjük a legkisebbekkel, az imént említett Harrison Olivier természetesen a 12 éves lányok között nyerte meg a saját versenyét. A 13 éves lányok között a már említett Zalán Félszti és Szőlős Luca szintén megnyerték a saját futamokat, méghozzá fölényesen. Ebben a kategóriában Csebe Léna, aki az előbb a négy pár ötösben is részt vett, ő harmadik helyezett lett, ő is csak 6 hónapja evez egyébként, tehát neki is ez egy kiváló teljesítmény. Csak úgy, ahogy Barabás Anna a 14 éves lányok között lett harmadik. Ezen kívül még az egy párevezősök között megemlítendő Bosnyák Csani, aki szintén bennült ebben a Mix 4 párevezősben, ő második lett a saját versenyében. És voltak még ezek után két párevezős számok is, ahol Zalán Fieszti Barabás Annával lett harmadik. Valamint ne feledkezzünk meg a serdülőkről sem, ugye az a bizonyos négy párevezős, aki most a hosszú távon ezüstérmes lett, két párevezősre bontva, mert nem volt négy párevezős szám. Nos, Molnár Titanilla, Vesztergombi Annával megnyerték a versenyszámot, és a négy pár másik fele pedig Pekarek Bogi és Tréger Noli pedig második lett mögöttük, úgyhogy nem véletlen, hogy két jó két párevezősből egy kiváló négy párevezős lett a hosszú távú versenyre. Természetesen ez más távot jelent, más felkészülést, de a lényeg, hogy kiválóan szerepeltek, és slusszpoénként még volt egy szintén egy ilyen T3-as, T4-es négy párevezős, ahol gyakorlatilag Zalán Fieszti vezérevezésével és Barabás Anna, Harrison Olivia és Szőlős Luca összeállításban szintén másodikak lettek. A magyar mezőnyben ők voltak a legjobbak, volt egy szerb csapat, aki megelőzte őket, akik tiszta minden egyen 14 évesek voltak, nálunk ugye volt két 13, meg egy 12 éves a négy párba, úgyhogy ez az eredmény is igazán kiváló. Úgyhogy összességében a októberi hónapot úgy normál távon, mint a hosszú távon remek eredményekkel zártuk, úgyhogy azt gondolom, hogy látják maguk előtt a fiúk és a lányok a célt, hogy csak egész egyszerűen rendszeresen, szorgalmasan edzeni kell, és akkor meg lesz az eredménye. Mi befolyásolja magát az edzéstervet? Mi alapján szokta ön összerakni mindig versenyre? Mérten írja össze, hogy éppen most hogyan fognak edzeni? Hát ugye nyilván az év csúcspontja az országos bajnokság. Tehát az nem kérdés, hogy arra megpróbálunk egy igazán kiélezett csúcsformát biztosítani. Egész évben természetesen nem lehet csúcsformában lenni. Ugye hétről hétre, vagy inkább olyan, hogy két hétről két hétre vannak gyakorlatilag egész nyáron versenyek. Úgyhogy ott inkább a szinten tartást próbáljuk meg, hogy mindig egyenletesen jó teljesítményt tudjanak elérni. Nyilván most a hosszú távú verseny előtt egy kicsit eltolódott a felkészülés, ugye a hosszabb táv miatt, hiszen a kicsiknek 1000, a nagyobbaknak 2000 méter helyett volt 4000, illetve 6000 méter a versenytáv. Tehát ugye azért ez más felkészülést igényel. Itt nyilván többet eveztünk hosszabb távokat időre, mint amikor a normál távú versenyre készülünk, de nem hanyagoltuk el az intervall edzéseket sem. Azt gondolom, hogy ez is az egyik titka annak, hogy jól tudnak versenyezni a tanítványaim. Úgyhogy igazából ennyi a különbség, illetve már visszahoztuk a futóedzéseket is, ami nyilván a 35-40 fokos kánikulában, hát úgy mondjam, megkegyelmeztem nekik, és éppen az edzések előtt nem kellett futniuk. Most már ez rendszeresen jön vissza.
nem kis részben annak köszönhető, hogy majd azért december közepén lesz még egy verseny, az már ugye nem vízen, hanem az úgynevezett evezős duatlon, amikor majd ugye evezős ergométerezni és futni kell. Tehát, hogy addigra úgymond a futóformájuk is visszatérjen arra a szintre, ami egyébként a téli alapozás után szokott lenni, ugye a tavaszi duatlon előtt. Úgyhogy ennyiben változott az edzés, hogy már hosszabb távokat eveztünk, illetve hogy a futóedzések is napirendre kerültek, így tudnám összefoglalni a leglényegesebb változásokat. Most, hogy már lezajlott az idén záró verseny, megvannak a kiváló eredmények, mivel fognak készülni, illetve mivel tartják továbbra is fitten a gyerekeket, vagy ezt a párhuzamot hogyan tartják meg az iskola és az edzések között, mivel tudják motiválni őket? Neki gondolom észrevett, hogy a hétvégén vasárnap óraátállítás volt hajnalban, ezért sajnos egy órával hamarabb megy le a nap. Úgyhogy most ezen a héten, amikor igazából az őszi szünet van, így tudunk hamarabb edzéseket tartani, mert hiszen nem kell megvárni azt, hogy mindenkinek vége legyen a 6.-7. órájának. Tehát most még ezen a héten tudunk vízen lenni hétköznap is. De aztán utána már sajnos csak szombatonként, hétvégenként fogunk tudni evezni, mert amire ugye összeverődik a társaság, én leviszem őket Soroksárra, ott átöltöznek, vízre szállnak, addigra éppen hogy besötétedik, úgyhogy teljesen értelmetlen. Úgyhogy onnantól kezdve beköszöntenek majd megint az evezős ergométeres edzések, természetesen a futás változatlan napirenden lesz, illetve kondi edzések, tehát konditeremben erősítő edzések, illetve az úszás. Tehát azt gondolom, hogy nyilván az erőnléti fejlesztés felé tolódik el a hangsúly, bár a szombatonkénti edzésen természetesen tovább lehet csiszolni a technikát, de hát ugye ez azért ez kevés, tehát nyilvánvalóan egész évben nagyon kevés lenne egy héten egyszer vízre szállni, de azt gondolom, hogy télen remélhetőleg az időjárás szombat délelőttönként megengedi, majd nem lesz nagyon hideg, vagy nem lesz brutálisan nagy szél, vagy ilyesmi, és akkor azért egy kis, hogy úgy milyen változásság kedvéért tudunk majd evezni, ezt nagyon-nagyon várják már most, amikor még vízen vagyunk, hogy a téli monotonitást azt megtörje majd egy heti egy-egy vízre szállás. Hogyan néznek ki ezek a szombati edzések? Mettől meddig vannak? Hát szombaton nem kapkodjuk el, jellemzően mondjuk ilyen 10 órától edzünk délig, akkor azért már a hajnali hideg és a fagy már talán el fog oszlani remélhetőleg. Nyilván nem az a cél, hogy bárki megfázzon, vagy a keze görcsbe ránduljon a hidegtől. Úgyhogy, és ami még fontos, hogy megpróbálunk majd nagy egységben, egész konkrétan 8-asban evezni szombatonként. Most ezen a héten is már a mai naptól kezdve is, ezen a 8-as edzésen lesz a hangsúly. Ugyanis ugye a tanulókorosztályban még nincs ilyen egység, ott a 4 pár a legnagyobb létszámú csapat, viszont Serdülőben már van 8 evezős, és hát azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget is ki kell aknázni. Ugye a 8 evezés az annyiban különbözik a többitől, hogy az váltott evezés. Természetesen nem csak 8-as van 2-es is, meg 4-es is, amikor nem 2 lapát van az evezősök kezében, egy a jobban, egy a balban, hanem egy lapátot fognak mindkét kezükkel, és az egyikük az egyik oldalra evez, a másikuk a másik oldalra. Nos, most ezt a szakágat is elkezdjük majd egy kicsit gyakorolni, hiszen Serdülőben nem csak 1 pár, 2 pár, 4 pár, hanem 2-es, 4-es, 8-as is a bajnoki versenykiírásnak a része, tehát gyakorlatilag dupla annyi érmet, adott esetben aranyérmet lehet nyerni, tehát ezt a evezésnek, ezt a formáját is most már elkezdjük gyakorolni, hogy minél sikeresebben tudjanak majd versenyezni ebben is. Beszélgetésünk zárásaként kérem, említsük meg még a Diákolimpiát. Milyen versenyek várhatóak? Hát ugye az őszi szezonnak általában 2 fő csapás iránya van. Ugye a mezei futóversennyel kezdünk mindig, és utána pedig kidobós versenyek sorozata következik, és ugye a kispályás labdarúgás, ugye a foci az nyilván a fiúknak van csak, a kidobós az mindkét nemnek, és több korosztályban is. A foci az van a gimnazistáknak, vagy hát a középiskolás korcsoportnak is, tehát a 15-18 éveseknek is. Ez van még hátra egyébként a futballból. A kidobós pedig még csak egy fordulón vagyunk túl, a legkisebbek, tehát a negyedik, ötödik, bocsánat, hogy is van, a második, harmadik korcsoportos lányoknak volt kidobós, és a negyedik korcsoportos lányoknak és fiúknak még hátra van, úgyhogy a elkövetkező hetekben ezek a versenyszámok lesznek megrendezve, és aztán decemberben lesz még tulajdonképpen egy sorverseny, amit igazából páros versenyek titulálnak, ez pedig a Diadal iskolában lesz,
ellentétben a másik kettővel a futballmérkőzések azok a Bakancsa sportpályán lesznek megrendezésre kerülve, ahogy eddig is, illetve a kidobós az pedig a hagyományosan a Kőrösi, a Fellegvár, tehát a Kőrösi iskolában lesznek általában megrendezve, illetve kivétel nélkül az összes kidobós versenyszámot lesz, igen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok az eredményekhez. Én köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tartsanak velünk jövő héten is itt a Fitmixben. Viszontlátásra!